Most megint pezsgőt fogunk díszíteni, csak egy kicsit másféleképpen. Ugyanúgy Valentin napra szeretném csinálni. Most festék helyett az Andi csillámpasztát fogjuk használni. Amit ezt a főkeverek már rég nem használtam. Ugye ez volt a tapéta ravesztó plusz csillám. Most ebbe fogom bekenni az üvegünket. Nem festéke. És egy csettel fogom dolgozni. Tehát fogunk egy aranycsillámot, és még ezzel pluszba megszorom, mert kevesellem, ami rajta. És akkor ez így néz ki, és megvárjuk, amíg megszárad. Miután megszáradt ez a csillámos tapétaragasztónk, szalvétát rakunk rá, ilyen kis rózsákat, amit ebből a szalvétából láttam ki. Ecset és víz segítségével. És most nem dekopás ragasztó, hanem a sima színtelen lazulra fogom felragasztani. Folytatni fogjuk a pezsgőnket, nagyon szépen megszeretett a rózsa is, meg a csillámok is.
Ja nem túl feldíszített, ízléses perzsikó lesz. Erre készítettem egy ilyen kis szívalakú díszt, amit lefestettem fehérrel, ugye a púderes falfestékkel, erre a részére oldatos transferre feltettem ezt a kis versikét, csak aztán véletlen kicsit belenyúltam, még frissen, így látszik, hogy kicsit elkeveredett. A másik felére ragasztásos transferrel vittem fel egy lézer nyomtatóval kinyomtatott kis teddy macit, és ráírtam lakfőccel, hogy szeretlek. Aztán az egészet lekentem sima vízbázisú lakkal, elejét, hátját egyaránt, utána a szélét ott egy ilyen antik pasztával bekentem, úgyhogy rámenjen egy kicsit az elejére és egy kicsit itt a hátuljára is. Tettem rá ilyen aranyszallagból egy kis masnit és egy madzagot, amivel fel fogom lógatni a pezsgőre. Ugye az lesz a pezsgőre dísz, és már csak egy masnit kell ráraknom. És készen is lesz a pezsgő. Tehát minden indulok, és kétszer feltekerem. Egyszer. Kétszer. És a lényeg, hogy másodszor rendje itt legyen a vége. Ezt kilapítom, összekötöm egy vékonyabb szalaggal. Mondjuk ezt most egy ilyen nagyon vékony szalaggal fogom átkötni. Ugye ebből hosszabbat vagyunk, mert ezt kötjük a hüvelyk hátuljára is. Tehát ez az eleje, legyen ott. A hátulját kötjük. Lehet hagyni még hosszabbra is természetesen, ha szép masnit akarunk még belőle kötni, meg hosszabb lóbot szeretnénk hagyni. Lényeg, hogy itt mindenképp csomozzuk meg, kell neki fogom lenni, és szétjön a masnink. Aztán kinyitjuk a drótos szélű masninkat. Ugye ez lesz az egyik szára, a másik szára itt van a bent. És utána a belsőt húzom felőre. Ugye ez csak ilyen drótos szélű anyaggal fog rendesen működni. Mert a drót segít abban, hogy megálljon nekünk olyan, amilyet szeretnénk. És akkor már csak a két szárát kell igazítani és levágni. És akkor már csak fel kell kötnünk. Ugye itt köthetjük masnival, csomóval, ki mivel szeretné. És akkor megigazítjuk. Szépen eljön. És kész is van. Kis pezsgőnk. De ez egy kicsit szolidabb, nem annyira. Olyan, mint a másik. Ez egy fokkal szolidabb lett. És kész is van. Ha tetszett, amit csináltunk, tartsatok olyan legközelebb is. Sziasztok!